Na Hali, szerintem nem mondok semmi újat, amikor kijelentem, hogy manapság rengeteg ember gondolja azt, hogy az egyszerű definitív valósághoz ragaszkodni buzis vagy hetero. Attól függ, merre elvezed a csónakodat. Én nem diszkriminálok, a nap végén ugyanannyit értek mindannyian a fekete piacon, mind egy darabban, mind alkatrészenként. Például a kokáért én ismertem egy illetőt, akit annyira vezetett a valóságtagadás és érzelmi döntéshozás, hogy szemrebbenés nélkül megmagyarázta nekem, hogy a Let's Ask Sogó barátod Kyoto-ból csatornát valójában Orbán Viktor egyik embere vezeti, mert mer beszélni Japánban lévő problémákról, és nem csak azt mondja, hogy az az álomföld. Az illető egyébként nem is beszélt angolul, na most ezt nem akarom egy magyar politikai videóvá tenni, de azért szerintem a legnagyobb Viktor haterek is bevallhatják, hogy ez a kijelentés egy picikét irracionális. És bugyuta! Illetve azt is szeretném gyorsan kijelenteni, hogy ez a videó alapjáraton nem politikai témájú akar lenni, csak szeretném kiemelni és a röhögni az őrületen, annak ellenére, hogy már nem tudom eldönteni, hogy a kacajon valódi-e, vagy csak kínomban. Na de, térjünk át egy nem kedvelt témáról egy másikra, ami miatt valószínűséggel néhány ember a fejemet akarja majd látni egy kerítésre tűzve, annak ellenére, hogy szelektíven választunk ki egy nagyon durván félreértett, félrevezetett és félrekezelt közösség olyan tagját, aki hatalmasnak közreműködője a félrevezetésben és a társadalom idegesítésében, de most így belegondolva az illető inkább egy imposztor. Na most természetesen ki kell jelentenem, hogy mivel nem vegánokról van szó, hogy azt az egyet leszámítva egyik közösség sem 110%-ig elmerodjant, még akkor is, ha az egyetlen prezentáció, amivel szembe jöttél, azaz agyrohadás, morális zsarolás, tudáshiánygyanánt és még több zsarolás, ha mersz kérdezni, sem csak vakon elfogadod a mondott dolgokat, a valóságtagadás és egyéb formai agresszivitás kifejezése. Mielőtt viszont belevágnánk a lecsóba, köteles vagyok elmagyarázni egy-két dolgot, csak hogy ne lehessen a kontextus hiány gyanánt ezt a videót gyűlöletterjesztésért bíróságra vinni, hogy a később a csillagbörtönben kérdezhessem a legnagyobb pszichopatáktól, hogy fönn vannak-e Facebookon, mivel a mai videóban a transznemű közösség egyik kibecsavarodott hírnévhajkurászó imposztoráról lesz szó. Na most, ha nem tettem a túlságosan túlfőzött rizsámmal egyértelművé, nem vagyok a transznemű emberek ellen. Miért? Mert a nap végén egy transznemű ember csupán egy átlagos személy, akinek úgynevezett krónikus nemi diszfóriája van. Ez az egészségügyi állapot kontrollálhatatlan fájdalmas diszkomfortot okoz a személynek a saját nemével kapcsolatban. Ahogyan említettem, ha krónikus, tehát nem lehet kezelni, akkor ezek az emberek hormonterápia, műtétek és egyéb orvosi beavatkozások segítségével elérik, hogy úgy nézzenek ki, úgy hangozzanak és úgy tudják élni az életüket, mint az ellenkező nem. De mivel biológiailag lehetetlen, ezért azt is kijelenteném, hogy nem válnak a másik nemmé. És végül elvegyülni a társadalomban, nem pedig megpróbálni megváltoztatni azt. De sajnos, mivel ez az egész nem volt a köztudatba, és bele lett rángatva az egészbe a politika, és irracionális hamis információk, ezért per pillanat egy paródiaszerű tragikus komédiában élünk, ahol majd, hogy nem kötelességed elfogadni a krónikusan online elmerodjant vadbarmok kitalált meséit, akik nem is tudnak semmit a témáról, mert ha nem, akkor egyes helyeken akár börtönbe is zárhatnak. Megint megismételném, hogy a különbség egy transaktivista és egy tényleges transember között hatalmas. Persze nem mondom azt, hogy minden tényleges transember egy ártatlan kisangyal, mert egy egészségügyi állapot nem tesz hirtelen se jóvá, se rosszá. Illetve gyorsan kommentálnék arra a kérdésre, hogy hogyan kell viselkedni egy transemberrel, sehogy. Ne kivételez, úgy néz ki, mint egy nő, pedig nagyobb a micsodája, mint neked, oké. Ugyanúgy ember, mint te, és ha angolul kommunikáltok, akkor reflexből she-nek fogod hívni, és vice versa a trans férfiakkal. Nem kell erőltetni semmit. A tulok aktivistákkal meg nemes egyszerűséggel nem kell foglalkozni. Tökre jó, hogy pont azt mondom, hogy nem kell velük foglalkozni, erre mit csinálok azért, hogy szórakoztassalak titeket. Na most, hogy végre elmondtam azt a részt, amit vagy direkt ignorálni fognak az emberek, vagy kiforgatják a szavaimat, vagy egyéb dolgokat fognak csinálni vele azért, hogy vagy mocskos, mindenfób neonácinak, vagy büdös lipsi komcsinak hívhassanak, annak ellenére, hogy kiemeltem, hogy ez a videó nem politikai témájú, rátérhetünk a mai videó tényleges témájára, az illetőre, aki azzal lett híres, hogy kigúnyolt minden nőt és transznemű személyt a világon, csak azért, hogy 2023-ban az év nője díjat kapja meg, illetve, hogy a legkedveltebb transzneműként legyen elismerve túl sok ember szemében, fogalmam sincs, hogy miért. Hölgyeim és uraim, bemutatom Dylan Mulvaney kisasszonyt! Ilyen rusny a teremtés, míg a kalendáriumban sincsen. New York girls dance in the rain! New York girls don't wear bras!
hanging with the girlies. Woohoo! Could really use a strong, sexy partner right now, but I'm independent. Girls can do anything. Meet me in the garden. Meet me in the garden. Meet me in the garden. If you run into me on the street, say hi. I'll have a tampon for you. She's my best friend. I love her. We love each other. I wear her every day and love it. And I woke up this morning and I was like, Dylan, what are you going to do today to be a girl? Hey. Woohoo! If you're afraid to use the locker room with a trans person, this is what you're afraid of. Now that I'm a girl, I feel this pressure to go out and buy a new outfit for like every single occasion. Woo! Oh, get it off! Day 37 of being a girl, it's Easter, and Jesus is not the only thing that has risen this morning. Aki pedig megkérdőjelezi a nőiességét, az bekaphatja a faszát. Dylan Mulvaney 1996. december 29-én született San Diego-ban, nem a rapperben. Majd nem messze Del Mar Heights-ban és Carmel völgyben nőtt föl egy istenfélő katolikus családban. Eléggé vicces, hogy egy istenfélő családból jön ez a bakász. De belegondolva, hogy a nagyapja az USNB, avagy a San Diego-i Egyesült Államok Nemzeti Bankjának az igazgatója, így nem tartom meglepőnek, hogy Dylan egy elkényeztetett kölyök volt világ életében, aki mindig is mások figyelmét hajkúrázta. Miután elvégezte a fősulit, pici Dylan különféle színházi előadásokban adott elő, és a szerepe a Mormon könyve című musicalben valamiért valahogy oda vezetett, hogy Amerikában, Mexikóban és Kanadában fel alá kongázva ment szerepelni különféle színházi előadásokban. Kérdezhetitek, hogy miért vagyok ennyire kritikus a színészi képességei felé, nemes egyszerűséggel, mert az egész karrierje egy színjáték és Dylan egy pocsék színész. Na de miután 5 évig léderget fel alá a kontinensen, valószínűleg nagypapa pénzéből, mint egy tekilától és sörtől részeg Józsi bácsi, aki éppen befejezte az aznapi piálást nagyapáddal, Dylankének is haza kellett mennie és a seggén maradnia, amivel Kínából megérkezett az ajándékcsomag az egész világnak. Természetesen elkényeztetett Józsi Bogár Dylan nem tudta volna valami produktívval elfoglalni magát, ezért hasonlóan, mint rengeteg ember, felpattant TikTokra és ott próbált valamilyen úton, módon, bármi áron hírnevet és figyelmet hajkúrászni. Na most, ha ránézzünk erre a tömzsi bocsáskára, akkor szerintem elég egyértelmű, hogy ő világéletében annyira volt hetero, mint egy szivárvány, de ez 2020-ra már eléggé kiment a divatból. Szóval Dylan elkezdett kísérletezni, hogy különféle előjövetelekkel hajkúrázta a dopaminrás, amit a néző és követő számok emelkedése okoz. Ám hiába rukkolt elő azzal, hogy queer, ami egyébként egy régi gyalázó név a melegekre, ám manapság már csak azt jelenti, hogy inkább hírnév vagy politikai indokok miatt vagy LMBTQ tag, aminek semmi értelme, de... még mindig egy tragikus komédiában élünk. De mivel ez csak néhány ezer lájkot és követőt hozott Dylankének TikTokon, ami YouTube számukra fordítva jelent körülbelül 10-et, ezért azzal rukkolt elő, hogy ő nem bináris, de az sem hozott elég számokat, szóval kontrázta magát és azzal rukkolt elő 2022-ben, hogy ő mostantól egy trans lány. Megjegyezném, nem nőnek hívta magát, meg hivatta magát, hanem lánynak. 24 évesen. Aztán később meg biszexként is come out-olt. So I recently told my parents that I may be a little bit romantically interested in women. And that was a big shock for them considering the past 10 years of coming out as gay, then queer, then non-binary, then trans. And I think it was just a bit of a shock. So I tell my dad and he goes... Well, I would love to see you get a woman pregnant. And I said, oh, no, 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 she would be getting me pregnant. And then he said, what, do you have a vagina now? And I said, never say never. Na de a témára visszatérve, persze ez egy sorozat ötlet volt számára, a Lánykor napjai címmel, és tudjátok mit, most csak lejátszom az első epizódot, mivel egy TikTok, ezért csak néhány másodperc, majd állítsátok meg a videót, és írjátok meg a kommentekbe a véleményeteket róla, csak hogy lássuk, hogy egy hullámhosszon vagyunk-e. Day one of being a girl, and I have already cried 3 times, I wrote a scathing email that I did not send, I ordered dresses online that I couldn't afford, and then when someone asked me how I was, I said, I'm fine, when I wasn't fine. So. How'd I do, ladies? Good? Hmm,
nem létező becsukott szemekkel, eme videóról hímsovinizmus jut eszembe nőiesség helyett. Mármint utoljára akkor láttam ilyen leírást, amikor a nőkről vagy lányokról volt szó, amikor még kis mekkencs koromban csúfoltuk a lányokat, ők meg minket, mert így működik a természet a kisgyerekeknél. A legszomorúbb ebben az egészben, hogy több ember volt, aki sztárolta meg, támogatta a pici Dezsőt, akarom mondani, Dylant, mint azok, akik jogosan küldték el az anyjába. Ez több milliónyi követőt vezetett TikTokon, és bizony nagyobb média behatást pici Dezs Dylannek, miközben a videóiban még mindig úgy viselkedett, mint egy amatőr kezdő bohóc, aki próbál egy incel közösséget röhögtetni. Being a girl, and I just picked up some tampons, and y'all are probably thinking, Dylan, where are you gonna put those? They're not for me. But this last weekend, I was in the restroom, and the girl in the stall next to me was like, hey, do you have a tampon? And I froze. I was like, sorry, no! És azzal a lendülettel Csóri kis csaj is lefagyott, ám megértette, hogy a mellette lévő fülkéből miért jönnek hangátott szilánkokra törő orbitális fingások, melyeknek a szaga még a fényt is elnyomja, illetve az is leesett neki, hogy miért nincsen a mellette lévő kisasszonynál tampon. Meg remélhetőleg arra is rájött, hogy legjobb lenne hívni a 911-et. De ez a videó inkább oda vezetett, hogy egy tampon márka úgy gondolta, hogy ez a hímbocsáska, aki a nőiességet degradálja, lenne a legjobb választás egy menstruációval kapcsolatos termék promóciójának. Na most, ha férfit béreltek fel azért, hogy tampont promótáljon, akkor csak is kettő választás lehetséges. Lugosi Béla vagy Robert Pattinson. És akkor sem tamponként, hanem vámpír teástáskaként. De mivel egy idióta sikeresen tudja ezt a cirkuszt sikeresen csinálni, ezért persze meg fognak jelenni a bootleg verziók is, akik mondanám, hogy rosszabbak, de a legaljánál nincsen lejjebb, szóval csupán egy szinten vannak, de Dylanke persze a legsikeresebb, mert valami ez a kokósáska nem kevés pénzt kap. Day 61 of being a girl. Excuse me, that's kind of my thing, but we can do it together. Day 61 of being a girl, and we are in fact two different people. Some people on TikTok don't believe that we're not the same person. We're here to set the record straight. We're queer. What is it about us that people find so similar? Is it our brown hair? Is it the same sunglasses? Is it our smiles? Is it our crop top? Vagy netán azért, mert mindkettőtök elmerodjant, vagy netán azért, mert mindkettőtöknek van fasza, ha már himbilimbik, pici Dylan úgy gondolja, hogy normalizálni kéne azt, hogy vannak lányok, akiknek van kukiuk. Day 74 of being a girl, and I wore this outfit shopping today, and everyone was staring, and they were all staring directly at my crotch. And I went, oh, I forgot that my crotch doesn't look like other women's crotches sometimes, because mine doesn't look like a little Barbie pocket. I just normalize it, and I wear clothes like this, and we all just normalize women having bulges sometimes, because we're coming up on bikini season, baby, and you might see a bulge or two. So normalize the bulge! We are normalizing the ball! Shut the fuck up! Mármint szerintem, ha olyat veszel föl transznőként, ami eléggé szűk, ám a micsodád 42-szer akkora, mint egy átlagos csávóé, akkor egy, ne kefej több lódarás fészekkel, kettő, ne a nőkre akad ráerőltetni, meg normalizálni a férfi adottságokat, de persze a normális transznők ezzel tisztában vannak. Na de szerintem eleget beszéltünk Dylan kis sovisoriáról, ugorjunk előre egy picikét a 365. naphoz, amikor is Amerika egyik legnagyobb söre, a Bud Light úgy döntött, hogy szponzorálja kicsi mulvári Dezsőt, és először nézzük meg a reklámot, ami elindította a lavinát. This month I celebrated my day 365 of womanhood, and Bud Light sent me possibly the best gift ever, a can with my face on it. Check out my Instagram story to see how you can enjoy March Madness with Bud Light and maybe win some money too. Love ya! Na most szerintem nem vagyok egyedül, mint kisvárosi magyar suhanc, aki büdös életében nem is látott még Bud Light-ot egy boltban sem élőben, szóval egy gyors talpaló összefoglaló a márkáról. Körülbelül 20 év alatt úgy nőtte ki magát Amerikában, mint egy vicces, macsó sör, tipikusan azoknak az embereknek, akik szeretik a sört a legjobban. Magyarul az élő példája annak, hogy általánosságban miért élnek a nők tovább, mint a férfiak. Na most, amikor meglátták az emberek ezt a promót, akkor lepörgött a szemük előtt az összes testületi és céges woke fasság, ami abszolút mindent szarabbá tett mindenkinek, és nem voltak a legboldogabbak azzal, hogy a vicces haha macsósörük hirtelen a nők lenézését és egyéb politikai mambo-jumbót támogatta. És még csak nem is viccesen.
ezen persze az sem segített, hogy a cégnek az új marketinges alelnöke Alissa Heinerscheid egy videóban leszólta az eredeti vevőket, és kerekperec kiemelte, hogy mennyire alkalmatlan a munkájához. Csak úgy, mint rengeteg más céges majom. Csak őket nem rúgják ki valamiért. I'm a businesswoman. I had a really clear job to do when I took over Bud Light. And it was, this brand is in decline. It's been in decline for a really long time. And if we do not attract young drinkers to come and drink this brand, there will be no future for Bud Light. So I had this super clear mandate. It's like, we need to evolve and elevate this incredibly iconic brand. And my, what I brought to that was a belief in, okay, what does evolve and elevate mean? It means inclusivity. It means shifting the tone. It means having a campaign that's truly inclusive and feels lighter and brighter and different and appeals to women and to men. Mm-hmm. And representation is at sort of the heart of evolution. You've got to see people who reflect you in the work. And we had this hangover. I mean, Bud Light had been kind of a brand of fratty, kind of out of touch humor. And it was really important that we had another approach. Ennek a kombónak az lett a vége, hogy a Bud Light majdnem teljesen csődbe ment. Tudjátok, mi a mondás, úgy szeretem a sörömet, mint a nőket. Fasz nélkül. Nincsenek pöcsös csajok, csak csöcsös csávok! Na de ebből a katasztrófából valamennyire lábadozik a Bud Light, mert mint kiderült, tehát tudjátok, idézőjelben kiderült, eredetileg nem is akartak mulváni söröket gyártani, csak Alissa küldött egy dobozt, amin rajta volt Dylan feje, Alissa úgy ki lett bassza, hogy a lába nem éri a földet, és per pillanat a márka azóta is próbál lábra állni. Illetve azóta, hála az égnek, egyre kevesebb cég fordul Dylanhez szponzorként. Megjegyezném, hogy ugyanebben az évben Dylan megkapta az év nője díjat az angol Attitude meleg magazin gyártói által. The Woman of the Year Award goes to Dylan Mulvaney! Hello, London! I am so honored to be here with you all tonight. And, you know, some see me as the Woman of the Year, some see me as a Woman of a Year and some change, and some people don't see me as a woman at all. Vajon miért? I know. Which is why receiving this honor from a queer publication like Attitude means so much more to me. Because here's what I've realized. You ready? Okay. So, no matter how hard I try, or what I wear, or what I say, or what surgeries I get, I will never reach an acceptable version of womanhood by those hateful people's standards. Érdekes, a gyűlölettel teli emberek, avagy legtöbb illetőnek nincsen baja azokkal a transz emberekkel, akik nem teszik az egészet egy cirkuszi bohóc játékká, mi lenéző a nők felé. És tudom, hogy azt mondtam, hogy nem akarom politikaivá tenni ezt a videót, de három olyan ember, aki az ellenkezőjét gondolja annak, amit mondtam, az Drew Barrymore, Lady Gaga és Joe Biden. Mr. President, this is my 221st day of publicly transitioning. God love you. No de kongázzunk előre egy picit 2024-hez, amikor is Dylan, legnőiesebb név egyébként, eléggé durván veszíti a hírnevét, mert mégiscsak szépen lassan beleolvad az egyre növekvő Vogue őrület masszába, aminek a növekedésében eléggé kivette a részét. A Bud Light-os eset után nem nagyon kapott szponzorokat, tehát a pénz az nem annyi, mint amennyi volt, elmenekült egyszer Peruba, sok transzfóbia meg gyűlölet elől, majd eléggé szépen ciripelt, amikor részben a cselekedetei miatt Peruban bejelentették, hogy a transzneműség mentális betegség. Na de szépen lassan elért a második évhez a lánykorában, ezért csinált egy dalt, amit nem fogok lejátszani, mert nem okozok nektek fűrákot, és nem kérek copyright strike-ot sem. A dal ugyanolyan igazából, mint Dylan eddigi tevékenysége, avagy a nőlé, az általános iskolás fiús csúfolós részére van egyszerűsítve, avagy akkor vagy csaj, szoknyát viselsz, és nem tudsz bánni a pénzzel, de az aranyos, hogy még Dylan is bevallja, hogy a zene szar. Hi, this is Dylan Mulvaney, the artist behind the song Days of Girlhood. Monday can't get out of bed. Tuesday morning, pick up meds. Wednesday, retail therapy. Cash or credit? I say yes. Dumb. Dumb lyrics.
Na de, még egy szardalán se tudta megmenteni a hírnevét, és az emberek úgy néz ki végre észhez kaptak. Az utóbbi időben egy videó eléggé felkapott lett, ahol egy csajszi arról beszél, hogy cancel-ölik Dylant, és több 100 000 milliónyi követőt veszített. Igaz, én a cancel-ölés ellen vagyok, de be kell vallani, hogy Dylan nem érdemli meg a hírnevét. So everyone is finally cancelling Dylan Mulvaney. Fucking finally. I have been trying to tell you guys about this person for the longest time, but whenever I say it, I get labeled as a certain word that I can't say on this app. Everyone is calling Dylan Mulvaney a massive hypocrite now that I know. People are finding it very suspicious that this woman right here has grown her entire account based off of promoting women's rights, saying the significance of women, how important women are for her, and of course, recognizing the struggles that women have to go through on a day-to-day basis. She's actually won, I swear, Woman of the Year for this. However, when it comes to speaking about the women in Palestine who are having to use tent scraps because their periods are coming, or the women in Congo who are aggressively and systematically getting raped, she's quiet. Bocs, az én kurva anyámat, amiért azt hittem, hogy az emberek nem megjött, de nem, én ezt nem bírom, nem! Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, és ha nem, akkor nyomj egy diszlájkot, és iratkozz, ahova akarsz, további szép estét, én megyek pörköltve, vagy nem tudom, én ezt nem bírom.